Tisztelt miniszterelnök úr, képviselőtársaim, hölgyeim és uraim! Még szoknom kell kicsit ezt a megszólítást, mikor azt mondják nekem, hogy Sesták Miklós fejlesztési miniszter urat kérik a színpadra, főleg akkor, amikor én itthon vagyok. Ez mindig egy furcsa érzés, és van is bennem egy kis meghatottság. Köszönöm a jó Istennek és mindenkinek, aki ehhez a posztot segített, és köszönöm, kedves László, neked is ezt a jelszót, és ha megengeded, ezt én is fogom alkalmazni ebben a minisztériumban, hiszen amikor a miniszterelnök úr felhívott erre a közös munkára, akkor azt mondta nekünk, hogy ez egy harcos hely. Hát a harcos helyhez meg kell erős akarat, mert azt gondolom, hogy ezt a kettőt fogjuk tudni ötvözni, tehát már nem jöttünk hiába. Én is köszönöm mindenkinek, hogy itt van, egy nagy megtiszteltetés számunkra. Még egyszer, miniszterelnök úr, köszönöm, hogy itt van körünkben, hiszen ez a városnak, a térségnek egy nagy megtiszteltetés. És miért is vagyunk itt? Hiszen ünnepelni jöttünk egy csarnok átadást, de ahogy itt az előttem szóló Bárány úr elmondta, ez kicsit több, mint egy átadás, ez a kicsit való a generációk ünnepe. És látjuk, hogy a Masztergúd nagyszabású fejlesztése jól példázza, hogy miért válhatott Kisvárda a szűkebb régió egyik legfontosabb településévé már a polgárosodás óta. A lokálpatrióta büszkeségével tölt el, hogy a várost évszázadok óta igyekvő, vállalkozó kedvű polgárok lakják, akiknek mindennapi élete az önerőből történő boldogoláson és a kitartó építkezésen alapul. A Bárány családot is ugyanez az erkölcsiség hajtja, immár 4 generáción, és most már láttuk több mint 100 éve. A Masztergúd életképessége a tradíció és a modern szemlélet ötvözetének az eredménye. A sikerük titka, hogy a pénzen meg nem vásárolható, több évtizedes tapasztalatokra támaszkodva a legnehezebb, válságos időkben is képesek voltak a megújulásra, és a gyorsan változó piaci igényekre minden esetben megtalálták a megfelelő, és nagyon fontos, az aktuális válaszokat is. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint a stratégiai iparágakat koordináló tárca, az elkövetkező 4 évben is azon lesz, hogy a hazai vállalkozások gyors ütemben töretlenül fejlődhessenek és erősödhessenek. Legfőbb feladatunk az ország új nemzeti iparosítása, és ez csak olyan magyar cégek sikerén keresztül valósulhat meg, mint amilyen a Masztergúd. A felelősségünk tehát abban áll, hogy a tárca felügyelete alá tartozó területeken rendelkezésre álló erőforrásokat a korábbinál is hatékonyabban állítsuk az ország versenyképességének növelésének szolgálatába. Ennek egyik előfeltétele, hogy a magyar áru külföldön is piacképes legyen, ehhez pedig szükség van a vállalkozások működési költségének csökkentésére, a vállalkozások fellendítéséhez, a közműszolgáltatások piacának átalakításával, az ipari rezsicsökkentéssel is hozzá kívánunk járulni. Kellenek az ambiciózus vállalkozások, amelyek képesek valódi értéket teremteni itt Magyarországon, a magyarok és a nemzet számára. A Masztergúd ilyen vállalkozás, amely folyamatos fejlesztéseivel több száz új munkahelyet teremt, adóbefizetéseivel pedig jelentősen erősíti a magyar gazdaságot. A térség egyik legfontosabb foglalkoztatója és kiemelkedő minőségű magyar hústermékek előállítójaként komoly húzóerőt képvisel az egész régió életébe. Záró gondolatot, ha bár én ezt idegen tollakkal fogok ékeskedni, nekem nem volt egy nagyapám, aki ilyen célt ki tudott tűzni, de én előhúztam, és ha jól tudom, van valami közös a nagyapa és az általam idézett Széchenyi István egyik gondolata között. Az ember annyit ér, amennyit használ. Ezen mondat alapján elmondható, hogy a Bárány család és a Masztergúd valamennyi munkatársa rendkívül sokat ér Kisvárdának, a régiónak és az egész országnak. Köszönöm, hogy együtt vagyunk, köszönöm, hogy meghallgattak.